Önvárjuk a színpadra. Mivel készültél? Igazából most a legjobbást is egymondallal készültem, ami nem más, mint a volna két életem. De a másik szabad lenne, minden nap szállja kellene, s mindenkit szeretne, akik lehet. Bár volna két életem, hinnék mindenkiben. Ó, Istenem, miért nincs két életem? Ó, miért nincs két életem? Ó, Istenem, miért nincs két életem? Aki nem tudja, hogy milyen nehéz így énekelni, csak az nevetett maximum. És fejbe ugye nagyon kell hallani azt, hogy ő neki ezt hogyan kellene elénekelni. Ez többségében sikerült. Voltak azonban mondatlan elcsúszások benne, de megdicsérek, mert ez így nagyon nehéz. Csak nem tudom, hogy most miért nem volt kísérletben. Miért nem volt zene? Megtalálni, hogy az alapot, hogy hang nem ráálljon. Igen, az. Igen. A másik meg, hogy így egyszerűen találtam, hogy nem kell tudja hangosítással foglalkozni, nem én magamnak megoldom, hogy távol állok, közel állok. Jó. Azért ezen még kellene dolgozni, mert azért ez nincsen egészen kész, de én megdicsérlek most ezért. Hogy ennek a dalnak a fülünkben, a fejünkben van a kíséret. Azért is nem mondom. Tehát arra vártam, hogy el tudja velem ezt felejtetni, és igen, borzasztó nehéz valamire vállalkoztam, hogy egy olyan dalból, aminek összes emberes ritmusa van, amit a balladát csinálj, és ez sikerült.